Sziasztok! Nagy Péternek hívnak, Jávó fejlesztő vagyok, mellette szabad időmben startupok szoktam építeni, és fejlesztői oldalról szeretném ezt a felhő témát megvilágítani. Először is, miért éppen felhő? Tehetjük fel a kérdést. Valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején mindenki úgy gondolkodott, hogy ha saját startupot szeretnénk építeni, akkor ahhoz szükséges egy saját szerver. Ez miért költséges? Egyrészt üzemeltetni kell, másrészt ami elromlik, az el is romolhat, bár a hardware nem annyira drága, de a kiesett idő az nagyon sokba fog kerülni nekünk. Másrészt lehetnek olyan apró problémák, hogy egyszer csak lába kiél a szervernek. Üzemeltetni kell, kell valaki, aki rendszeresen karban tartja, és valószínűleg a 2-3 fős alapító közül kevés olyan ember van, aki nagy késztetést érez a napi üzemeltetési feladatok ellátására. Később megoldásként létrejött ez az úgynevezett hosting szolgáltatás, amikor szervereket lehet bérelni, kezdetben fizikai szervereket, később pedig virtuális szervereket. Viszonylag jó megoldás volt, mert kevesebb pénzt kellett befektetni a hardverbe, jól lehetett számolni a költségeket, a havi költségeket, azonban olyan problémák merülhetnek fel, hogy mégis kik a szomszédok. Ugye egy fizikai szerveren 3-4 virtuális gép is futhat. Tavalyi évben, szeptemberben volt egy nagy navrasszia, amikor lekapcsolták az ország egyik legnagyobb Vares szerverét. A rendőrség komplett rekszekrényeket vitt el. Szóval komplett rekszekrényeket vitt el, rajta olyan más szolgáltatók, vagy olyan startupokkal, vagy rendszerekkel, akik teljesen legálisan üzemeltek. Nekik ugye ez a leállás nem csak addig tartott, amíg a maga a razzia tartott, hanem picit tovább. Tehát ugye azért a szomszédokat nem tudjuk megválogatni. Ezzel szemben a felhő miben más? Abban más, hogy gyakorlatilag a felhőben sok-sok kis fizikai gép fut, és azon valahol vagyunk, ettől felhő a felhő, hogy nem lehet megmondani pontosan, hogy hol, melyik gépen fut éppen a mi alkalmazásunk. Ez többek között azért is jó, mert hogyha plusz teljesítményre van szükségünk, hirtelen megnövekedett a népszerűség az oldalunknak, akkor az üzemeltető csak bekapcsol egy-két plusz szervert, és megvan a sebesség. Jól skálázódik, gyakorlatilag a rendőrség nem tudja csak úgy lelőni a mi kis szolgáltatásunkat, gyakorlatilag csak akkor, hogyha az egész felhő üzemeltető céget lekapcsolja. Hadd kérdezzem meg gyorsan, hogy közületek ki az, aki fejlesztő, fejlesztéssel foglalkozik. Jó, és hányan hallottatok közületek a felhőkről? Igen, a felhő az ma már egy ilyen hype, gyakorlatilag nem lehet megkerülni. A fejlesztési szempontból gyakorlatilag két nagy csoportra osztható van, az IaaS, az Infrastructure as a Service, és a PaaS, a Platform as a Service. Kettő között gyakorlatilag annyi a különbség, az első esetben egy infrastruktúrát, tehát gyakorlatilag egy üres virtuális gépet kapunk, a platform esetében pedig valamit ránk kényszerítenek. Itt egy picit kötöttebb a felhasználónak a lehetőségei, hogy mégis mit tud vele kezdeni, de cserében viszont valami olyan pluszt kap a szolgáltatótól, amit az infrastruktúra esetében neki kellene ellátnia. A felhőszolgáltatásoknál az egyik legnagyobb probléma az, hogy ténylegesen nem tudjuk megfogni, hogy hol vannak az adataink. Vannak olyan szolgáltatások, amikor bizonyos állami szervek felé, felügyeleti szervek felé bizonyítanunk kell, hogy hol vannak az adataink, például nem vihetjük ki a felhasználók adatait tengeren túlra, Európán belül kell tartani, vagy az országon belül kell tartani. Ebben az esetben nem feltétlenül a felhő a legjobb megoldás. Annak idején, amikor én felhőszolgáltatást kerestem, pontosabban, miután Jávával foglalkozok, ezért valami olyan szolgáltatást kerestem, ahova a Jáva programomat fel tudtam telepíteni, ki tudtam próbálni. Megnéztem több felhőszolgáltatót is, és végül azért a Google mellett döntöttem, mert a
nagyon sok minden automatikusan történik. Többek között a skálázódás automatikusan történik. Nem kell foglalkoznom azzal, hogy éppen hány felhasználó használja a rendszert. Nem kell foglalkoznom különböző adminisztratív dolgokkal, és nagyon barátságos volt a bérezése. Az egész rendszer úgy épül fel, hogy amikor elkészíti a fejlesztő magát az alkalmazást, feltölti egy alkalmazás szerverbe. Az alkalmazás szerver különböző példányokba, instanszokba fog futni, hogy gyakorlatilag hány darab instansz fut, azt nem tudhatjuk, ez a felhasználók számától fog függeni. A Google App Engine ezt automatikusan kezeli, tehát hogyha szükség van újabb és újabb instanszokra, akkor automatikusan elindítja, ha már nincsen rá szükség, akkor lekapcsolja. A mögötte lévő adatbázis is abszolút redundáns, több darab clusterből áll, az adatok automatikusan szinkronizálódnak, szintén a fejlesztőnek semmi dolga nincsen ezzel kapcsolatban. Az App Engine maga az egy platform szolgáltatás, bár 2012-es Google I/O-n jelentette be a Google, hogy indít egy infrastruktúra szolgáltatást is. Ez gyakorlatilag kiegészíti magát ezt a platformot. A App Engine-re Python, Java, illetve Go nyelveken lehet fejleszteni. Nagyon sok szolgáltatást kapunk. Említettem már az adatbázist, gyakorlatilag egy NoSQL adatbázist kapunk mögé. Ezt ki lehet egészíteni a Cloud SQL-lel, ami már az infrastruktúra szolgáltatása a Google-nek. Mi a különbség a kettő között? Gyakorlatilag amíg az App Engine-en belül maradunk, addig bizonyos szolgáltatásokat ingyen is igénybe tudunk venni. Hogyha átmegyünk az infrastruktúra szolgáltatására, akkor azért már fizetni kell. Mint említettem, nagyon sok szolgáltatás áll rendelkezésünkre, leveleket tudunk küldeni, kapunk szerveroldali képmanipuláló szolgáltatást, üzenetsorokat tudunk üzemeltetni, plusz időzített feladatokat tudunk végrehajtani. A felhasználóinkat tudjuk autentikálni Google-lel viszonylag egyszerűen, kapunk olyan Web2-es szolgáltatásokat, amivel server push üzeneteket tudunk küldeni a felhasználóknak, sőt, nagyon könnyen tudunk csinálni mobilos backendet. Ahhoz is különböző ilyen server push szolgáltatásokat kapunk. Lehetőségünk van arra, hogy ne csak egy frontendet futtassunk, hanem magában az alkalmazásban el tudunk indítani egy hátsó alkalmazást is, ami a normál alkalmazásunkkal párhuzamosan fog futni, és tehermentesíteni fogja az alkalmazásunkat. Ha kell, akkor HTTPS szolgáltatást is tudunk tenni, saját certifikéteket is tudunk feltölteni, bár a certifikétek feltöltésénél arra oda kell figyelni, hogy vannak bizonyos szolgáltatások, amikért fizetni kell. Kapunk egy nagyon jó webes admin konzolt, ahol gyakorlatilag mindent el tudunk intézni, tehát nem kell hozzá külön alkalmazást telepíteni. A weben keresztül mindent el tudunk intézni, adminisztrálni tudjuk, be tudjuk állítani esetleg, hogyha nem szeretnénk, hogy automatikusan skálázódjon, figyelhetjük a költségeket, gyakorlatilag mindent kézbe tudunk tartani. Kapunk még hozzá egy nagyon jó lokális környezetet, amivel fejleszteni tudunk. Ez azért jó, mert nincsen szükségünk web kapcsolatra. Tehát lokálisan, offline is tudok fejleszteni App Engine-re, majd az elkészült alkalmazást később, amikor online leszek, egyszerűen feltöltöm. Mint említettem, ugye ez egy platform szolgáltatás, tehát vannak bizonyos megkötések, amivel együtt kell élni. Ezekhez azért vannak ilyen kisebb-nagyobb trükkök, amivel ki lehet játszani. Például minden olyan kérés, ami a külvilágtól érkezik, arra 60 másodpercen belül válaszolnunk kell. De hogyha ezt ki szeretnénk kerülni, akkor elindítunk egy backend taskot, ahol már ez a határ 10 perc, bár egyes dokumentációkban azt írták, hogy akár ez végtelen is lehet. Nincsen írási jogunk a fájrendszerre. Ez csak is kizárólag a Google App Engine fájrendszerére igaz, hogyha előfizetünk a Google Cloud Storage szolgáltatására, akkor oda minden további nélkül tudunk fájlokat létrehozni, sőt, mindenféle írni is. Egyszerre 10 alkalmazásunk lehet fent. Ez megint csak arra igaz, hogyha ingyenesen használjuk, hogyha elértük ezt a limitet, akkor bizonyos fórumokon azt írták, hogy meg lehet beszélni a Google-el, hogy ezt a keretet kibővíti. De azért így gondoljuk végig, hogy ki az, akinek mondjuk egyszerre több mint 10 alkalmazása lesz fent a felhőben. A
Data Store-ral nagyon sok problémánk lesz. Először is, miután ez egy NoSQL adatbázis, így a hagyományos SQL-hez képest az a különbség, hogy nem tudunk táblák között kapcsolatot létrehozni, mert nem is táblák vannak tulajdonképpen a háttérben, hanem kulcsértékpár alapján menti le a különböző entitásokat. Ezért például joint nem tudunk létrehozni két tábla között. Vannak olyan apró problémák, hogy indexeket kell használnunk minden olyan mezőre, amire lekérdezést, szűrést vagy rendezést szeretnénk végrehajtani. Ez azért fájó dolog, mert az indexek számától függ, hogy mennyit fogunk fizetni éppen az adott szolgáltatásért. Valamint van egy még fájó pont, hogy egy lekérdezésben maximum egy mezőre lehet hivatkozni egyenlőtlenséggel. Ha valakinek ezek a feltételek nem tetszenek, akkor minden további nélkül tudja használni a Cloud SQL-t, ami egy MySQL farm tulajdonképpen, amin táblákat tudunk létrehozni, csak hát fizetős. A legjobb dolog a Google App Engine-ben maga az árazás, mégpedig azért, mert eldönthetjük az elején, hogy az alkalmazásunk korlátozottan, de ingyen szeretné használni a Google infrastruktúráját, vagy korlátlanul csak fizetünk érte. Ha az ingyenes változat mellett döntünk, akkor azt kell tudnunk róla, hogy van egy napi limit, amit minden egyes szolgáltatásra amit igénybe tudunk venni, ha ez elfogy, akkor onnantól kezdve nem tudjuk használni az adott szolgáltatást. De nincsen semmi plusz büntetés, kevesebb mint 24 óra múlva ugyanezt fogjuk tudni használni, amikor törlik a limitet. Ha át szeretnénk állni, minden további nélkül megtehetjük, gyakorlatilag egy gombnyomással át tudunk állni a fizetős változatra. A fizetős változat esetén ugyanúgy megmarad ez az ingyenes limit, és az app fölötti részt kell kifizetni. Annyi plusz csavar van a dologban, hogy van egy minimum díj, amit ki kell fizetni, ez körülbelül olyan, mint a mobil előfizetések esetében az előfizetési díj, ez 2,5 dollár per hét, amit minden esetben ki kell fizetni, attól függetlenül, hogy elértük-e ezt a díjazást vagy sem. De nyilván, hogyha startupok vagyunk és gyorsan növekedünk, akkor előbb-utóbb ezt el fogjuk érni. A fizetés az viszonylag egyszerű, Google Checkout-on zajlik. Mit kapunk az ingyenes kvótáért? Gyakorlatilag van 1 GB tárhelyünk. Kapunk 5 GB olyan tárhelyet, ahova bináris adatokat tudunk tárolni. Kapunk 1 GB adatbázis tárhelyet. És még egy csomó minden mást is, amivel tudunk élni. Tehát gyakorlatilag nem arról van szó, hogy egy ilyen trial verziót kapunk, hogy ki tudjuk próbálni, és nem tudunk vele semmit sem kezdeni, hanem akár már építhetünk rá egy hobby projektet is, ami el tud működni, úgyhogy minden dolga ingyenes. Hát miért is szeretem a Google App Engine-t? Gyakorlatilag azért, mert jól skálázódik. Nekem, mint fejlesztőnek nem kell azzal foglalkoznom, hogy az infrastruktúra mit csinál. Gyakorlatilag az bőven elég a fejlesztési idő alatt, hogy megnézem a limiteket, hogy mennyit használtam. Ez alapján előre lehet kalkulálni, hogyha később majd rászabadul 10, 100, 20, 30 ezer user, akkor ők ezt hogyan fogják használni, nekem ez mennyi plusz költségembe fog kerülni. Maga az egész költségoldalról úgy kell elképzelni, hogy az összes többi szolgáltatása is viszonylag rugalmas, például a sokat emlegetett Cloud SQL esetében is eldönthetem, hogy úgy szeretnék fizetni az adatbázisért, hogy egy napi összeget fizetek, tehát vannak ilyen csomagok, és ha megvásárolom a csomagot, akkor egy napra ki kell fizetni, ki lehet számolni, hogy 30 nap alatt az mennyibe fog kerülni, vagy fizethetek használat után is, hogy óradíjban, hogyha naponta 5 órát használom, akkor 5-ször 5 óra díj. Viszonylag jól lehet felülbecsülni, hogy mekkorák lesznek ezek az összegek. Nekem jelenleg egy mobilos backendem van, ami Google App Engine-en fut, és ezért havonta 10 dollárt fizetek, tehát hetente 2,5 dollárt fizetek, ugye havi 10. Havi 10 dollár az 2000 forintos összeget jelent, körülbelül naponta 10-15 ezer felhasználó használja. Emellett egy másik startupot is építünk rá, ahol elsősorban webes szolgáltatás lesz.
még fejlesztés alatt van, és nagyon jó az, hogy fejlesztés során nem kell plusz költségekbe vernünk magunkat, hiszen mindezt az ingyenes keret terhére tudjuk megtenni. Gyakorlatilag fel tudjuk használni a Google-nek az összes többi szolgáltatását. Nagyon könnyen lehet integrálni mind a Google autentikációt, mind pedig a különböző egyéb szolgáltatást, mint a Drive, Chrome vagy a Google Apps. Ha össze kellene hasonlítanom a többi szolgáltatóval, bár nem túl szép dolog a többi szolgáltatót szívni, az volt az én meglátásom, hogy ami több ilyen fejlesztői felhőszolgáltatás van, ott azoknál azok voltak a problémák, hogy vagy nekem kellett minden egyes infrastruktúrális dolgot elvégeznem, tehát fejlesztőként kellett volna néznem, hogy éppen hányan használják az adott szolgáltatást, annak megfelelően skálázni. Vagy nem találtam meg egész egyszerűen az árazását a szolgáltatásnak. Vagy éppen azt mondta a szolgáltató, hogy 90 napig biztosít egy ingyenes verziót, de azért biztosan biztos, adjon meg majd a kreditkártya számomat. Azért ez nem egy szép dolog, így még az ismerkedés elején. Úgyhogy ezért is döntöttem a Google App Engine mellett. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és ha bárkinek kérdése van, akkor nyugodtan kérdezzetek. Fejlesztők, mutassátok meg. Négyen. Hogy használtad már olyan projektekre, ahol tudok tenni ingyenesből? Igen, a mobilos backendemnél ott tipikusan ez volt. Hogy... Említetted, hogy a naplózás az, az tök jó. Szerintem nagyon rossz. Ekkor tudtad használni ilyen felhasználói supportra? Nem voltak vele gondok, hogy vissza kellett keresni mondjuk hibákat, vagy bármi ilyesmi? A hiba visszakeresés az viszonylag egyszerű. Tehát a logolás esetében kétféleképpen lehet használni, van a webes felület, ott gyakorlatilag meg tudok adni egy ilyen GQL lekérdezés alapján, hogy milyen logra vagyok kíváncsi, milyen hibára, és ömlesztő ugyan visszaadja, és valóban mondjuk egy hónapra nem tudom visszakeresni, de attól még a mai hibákat, vagy a tegnapi hibákat, vagy az egy héten belül előfordult különböző log eseteket azért meg lehet nézni, illetve van egy konzolos túlja, amin keresztül az egész logot le lehet hívni, és saját magamnál betöltöm Excelbe, vagy bármilyen más táblázatkezelőbe, és ott tudom elemezni. Senki? Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Itt még rendezkedünk, nyugodtan lehet az előadóktól kérdezni bármit. Jó? Gyertek el a következő meetupokra is, jelentkezzetek be a Foursquare-re és a meetup.com-on a Startup Budapestre. Köszi!